Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése. Mit fog tenni? Ez egy általános kivetés. De megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, akkor az személyes passzol a te helyzetedre, hogy mit fog tenni. Ennek a díja 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, a kérdés az, hogy mit fog tenni az ő következő lépése. Ez a kártya utal az ő jelenlegi helyzetére. Ez lehet egy vallási téma, vagy egy spirituális terület. De jelenti azt is, amikor a sors utak kereszteződnek, a te utad és az ő útja, tehát ő találkozni akar veled. Ez a kereszt jelenthet fontos döntéseket is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ki vagy mi hat rá, tehát a külső befolyások, az itt látható ezen a képen, itt a kasza elvág valamit. Tehát elvágja ezeket a kapcsolatokat, és az azt jelenti, nem engedi meg azt, hogy mások beleavatkozzanak az ő dolgaiba, ő saját maga fogja hozni a döntéseket. Mit fog tenni? Az ő következő lépése itt látható. A gólyák jelentik a változásokat. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy valami megváltozik kettőtök között. Az is lehet, hogy megváltozik a külseje, a fellépése, vagy a hozzáállása. A következő két kártya rád utal, hogy mit kellene neked tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Itt legyen meg a bizalom, hiszen a csillagok egyrészt jelentik a szerencsét, másrészt minden úgy fog történni, ahogy a csillagokban meg van írva. Lehet, hogy nem is tudod befolyásolni most jelenleg a helyzetet, majd ő változtat valamin, és mi az eredmény? Itt a nap megvilágítja az élet utatokat, tehát van ez a fény, láthatóvá tesz valamit, jelenti azt is, hogy ő látni akar téged, itt tisztázódnak a dolgok, lesz egy közös terv, megvan ez a kisugárzás, megvan a vonzalom kettőtök között, és itt a csillagok szerencsét hoznak. Légy kicsit visszahúzódó, majd ő közeledik, hiszen ő akar találkozni veled, ő akar látni téged, tisztáz veled valamit. Itt lesznek közös tervek, és sok minden változik körülötte, vagy a ti kapcsolatotokban lesznek változások. Ez a kép gyakran jelent költözködést, lehet, hogy ő ezt tervezi, és itt lesz egy közös cél, egy közös életút. És ez volt az ő következő lépése, mit fog tenni jóslás, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderra.